Sziasztok, itt Ulesz után folytatjuk a Geometric Dash-t, egy 10 csillagossal. És nem sorrendben megyek, olyan sorrendben megyek, hogy csillagszint alapján. Ha van egy 10 csillagos, akkor az alapján döntöm meg melyik kezdem, hogy az arc alapján. Ez a következő Harder, és ezt sorolom majd a legkeményebb csatáim közé a negyedik évadból, hogyha sikerül. 96%-ban, tehát majdnem sikerül, úgyhogy... Úgyhogy start! Ez nagyon nehéz lesz. Ilyen pályán nagyon összezavaró. Hop-hop. Úgy. Jaj! Mi esik mindig ebbe a csapdába bele? Hoppá! Jó! Hop, hop, hop! Itt le kell esni és hármat ugrani. Pontosan így. Aztán így ide, aztán egy kis zuhanás is, egy kicsit. Finoman, nem szabad túl erősen. Gyors volt! Mi akkor gyorsan esik? A plafon! Miért kellett a plafon kis tüskénk lenni? Itt baromka, hogy már nem csinál! Aj, nem szabad lenyomat hagyni. Thank you.
Kitűnő. Jó munka volt. Ez az! Ez az! Igen! Yeah! Igen. Jó. Hát ez durva volt. Ő mint egy óra. Sikerült. Jó, 10 győzel. Szihetetlen. Legközelebb jön a Geometrical Dominator. Ez sem lesz könnyű. Ezt is majd besorolom majd a legkeményebb csatáim közé. Úgyhogy iratkozzatok fel és sziasztok!